Rendkívüli napirendi ponttal egészült ki a Szarvasmarha Tenyésztők Országos Választmányának július 3-ai ülése. Rendkívül fontos dolgokat kell megismerni, és fontos dolgokkal kapcsolatosan kell döntést hozni. Gondolom, hogy mindenki megkapta azt a második levelet, amelyben a napirendi pontokat bővítettük, és felvettük a napirendre döntés az import termékekkel szembeni termelői fellépésről, figyelemfelhívás akciókról és demonstrációkról. Na, ezt ugye azért kellett felvenni, mert ismételten viharfelhők gyülekeznek az ágazat felett. A tej nagy része az legyen magyar tejből előállított termék. Mindenképpen az érdeke a termelőnek, de a feldolgozóknak is, hogy azok az import termékek, amelyek most érkeznek sokszor ellenőrizetlenül, ezek ne jöjjenek be Magyarországra, és ne csináljanak piaci problémát. Nehéz helyzet előtt állnak a magyar tejtermelők, mert a korábbi években megszokott mindig növekvő felvásárlási árak megtorpantak, sőt csökkenésnek indultak, ami következménye lehet az, hogy a 2012-es igen magas önköltséges takarmányárak következtében nehéz helyzetben lévő állattartók és főleg a tejtermelők esetleg akkora veszteséget termelnek, hogy kockázatossá válik a jövőben a tejtermelés. Ennek az árcsökkenésnek a legfőbb indítéka a nagy mennyiségű importtej beáramlása, ami egyben nem gond, hogy hoznak be tejet, csak nem ilyen mennyiségben és nem ilyen árszabásban, mint amit alkalmaznak a kereskedők, némelyike. Egyes külföldi feldolgozók be akarják zárni a gyáraikat, de a piacról, a boltokból nem akarnak kivonulni, hanem olyan termékeket fognak majd behozni és értékesíteni, amelyek nem magyar tejből készülnek, valahol külföldön készülnek, és ezáltal megint a Magyarországon előállított tejnek és tejtermékeknek piacáról fogják őket kiszorítani. Kissé felháborítja a magyar termelőket az, hogy a boltok polcain sok helyen nincs is magyar termék kirakva, több 10 forinttal olcsóbb az importtej, mint a magyar. A tej felvásárlását nagyon veszélyezteti ez a túlságos importmennyiség. A feldolgozóink raktárai, hűtőtárolói tele vannak magyar másfeles és minőséggel biztosított tejjel. Ha ez így folytatódik, akkor könnyen eljutunk a korábbi évek 60-70 forintos árhoz, ami a magyar tejtermelők halálát okozhatja. Ezért a termelők hajlandók demonstrálni is annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a kormányzatnak, felhívják a figyelmet a lakosságnak, hogy ez senkinek sem érdeke, hogy pillanatnyilag esetleg alacsonyabb áron lehet vásárolni valamilyen tejterméket. Sok esetben a tejtermékeknek nevezett termékek nem is tejből készülnek, hanem növényi eredetű zsírból, növényi eredetű termékeket tartalmaznak, de viszont olcsóbbak, és ezáltal ugye a tejből készült termékeknek versenytársaik a piacon. A demonstráció tervezése már most elkezdődött, ahol be fogjuk mutatni azt, hogy milyen káros hatása van ennek az importnak a magyar termelőkre és feldolgozókra. A választmány jelenlevő tagjai egyhangúan úgy szavaztak, hogy támogatják ezt a demonstrációt, azon részt vesznek tagjaik, és hát ezzel kifejezik a nem tetszésüket és olyan irányú igényüket, hogy ezt bizonyos kordában kell tartani. Egyeztetések voltak a tejtermék tanács és az érdekképviseletek között, valamint a kormány között, de jelentős előrelépés ebben a témában nem történt. Általánosságban a kormány is egyetért a felvetett problémákkal, de rövid távon konkrét intézkedésekre nem lehet számítani. Ezért is szükséges a demonstráció, hogy ennek nyomatékot adjunk. Kormányzati segítség nélkül ezt a problémát megoldani a tejtermelők bármennyire is akarják, nem tudják. Nagyon jó és élő példa, és korábbi években tapasztaltuk,
hogy bizonyos áruknál, például a dinnyénél, én is, mint dinnyetermelő, megtapasztaltam azt, hogy a kormány élire állt a termelők érdekének, és leültette a kereskedőket, és meggyőzte őket, hogy lehetőleg, amikor magyar termék van már dinnyéből, ne importáljanak olyan mennyiséget, vagy egyáltalán nem, hisz a minőségi magyar dinnyével el tudták látni a magyar fogyasztókat, jó árban és jó minőségben. Még mielőtt bárki is félreértené a magyar tejtermelők problémáját, semmiféleképpen nem az a gond, hogy olcsó tejet árulnak magyar kereskedők, hanem az a gond, hogy ugyanilyen körülmények között a polcokon nem található meg a magyar tej, és munkahelyeket fognak elveszteni a magyar termelők, illetve fel kell hívni a figyelmet arra az kormányzatnak, hogy az elkövetkező időben 2015-től megszűnik a kvóta. Ezzel, hogy most megszoktatjuk magunkat, hogy csak importejet hozunk be, bezzeg még hatványozóbban be fognak zárni a magyar telepek, és akkor mi lesz a magyar föld, mi lesz a bőrben értékesített gabonával, mi lesz az ott dolgozó emberekkel, vállalkozókkal, mert ez mindenkit súlyosan fog érinteni.